Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici Tihanyból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthatjátok ezen a felvételen, én itt vagyok Tihanyban, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb sétálós videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban. És a mai napon majd arrafelé fogok majd elindulni ebből a sétával, tehát abban az irányba fogok elindulni, de még mielőtt elindulnánk arrafelé, megmutatom nektek, hogy is néz ki a közvetlen környezet. Hát íme, így néz ki a közvetlen környék. Ez itt a Tihanyi strand, ami itt látható, tehát ez itt a Tihanyi strandnak a területe, méghozzá a hajóállomási Tihanyi strandnak a területe ez itt előttem konkrétan, és így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Ott természetesen az a hatalmas víztükör ott a háttérben, az természetesen a Balaton, és pedig arra felé, az pedig amerre éppen most tekintek a kamerával, az pedig ott a keleti medence. Na, jányok és fiúk, így néz ki a közvetlen környezet. Ez itt a Tihanyi strand, méghozzá a hajóállomási strand, ami konkrétan itt látható. És így néz ki tulajdonképpen ez az egész. Hát ugye a strand az természetesen üres, hiszen október van, amikor ez a videó készült, méghozzá október, mindjárt mondom, 9-e van, és szombat van, 2021. Na, jányok és fiúk, akkor lassacskán el is indulok arrafelé, tehát abba az irányba elindulok ebből a kis sétával. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban. És ahogy mondottam az előzőjekben, ez a zöld füves rész itten, ez pedig a Tihanyi strandnak a területe, méghozzá a hajóállomási Tihanyi strand látható itt most ezen a felvételen. Na de mi most nem is ezért vagyunk itten, hanem szépen el is indulok abba az irányba. Tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már természetesen el is indultam, hiszen ez egy újabb sétálós videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. És itt mindjárt rá is térünk a tanösvényre tulajdonképpen, illetve a zöld sáv túra útvonalra, a Tihanyi zöld sáv túra útvonalra. Itt rá is térünk tulajdonképpen, és íme itt is vannak a teljesen egyértelmű jelzések. Ugye itt van a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, méghozzá a Tihanyi zöld sáv túraútvonalnak látható itt a jelzése, és látható itt a tanösvénynek is a jelzése, ami tulajdonképpen ez a zöld T betű, ami itt látható. És most ezen fogunk egy kicsit sétálni itt a Tihanyi félszigeten, tartsatok velem! Nos, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen, már el is indultam tulajdonképpen, ahogy láthassátok. És akkor még teszünk egy utolsó pillantást a Balatonra, illetve a Tihanyi strandra. Én majd arrafelé fogok tovább haladni. És akkor, ahogy megmondottam, most egy kicsit még itt körbe videózok, illetve körbe kamerázok. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. És itt pedig, ugye, ahogy mondottam, ez a Tihanyi strand, ami itt látható, méghozzá a hajóállomási. Na, hiányok és fiúk, ez így néz ki. Tehát így néz ki a közvetlen környezet, íme. Tehát ez így néz ki. És akkor szépen folytatom is tovább az én kis sétámat itt a Tihanyi félszigeten. Hát tartsatok velem. És akkor haladok tovább arra felé. Tehát folytatom is tovább a sétámat ezen a zöld sáv túra útvonalon, illetve a tanösvényen, itt a Tihanyi félszigeten. Hát ragyogó napsütéses idő van, ahogy láthassátok ezen a felvételen, mert tényleg ragyogó
napsütéses idő van, és ezért is gondoltam úgy, hogy eljövök ide Tihanyba egy kicsit, és teszek itt egy kisebb sétát, itt a Tihanyi félszigetem. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább, hisz ugye nem állunk meg. Közben jön szemből egy Grédó busz, jön szemből egy Grédó, ott a háttérben már látható, íme. Na, hiányok és fiúk, és akkor mi haladunk is tovább ebből a sétával tulajdonképpen. Itt a Tihanyi félszigeten, tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladunk is tovább. Szóval mondottam, ugye ez csak egy kis séta lesz, semmi több. Csak hogy ide is bekamerázunk egy kicsit. Amúgy ez még itt mindig a Tihanyi strandnak a területe. Ott a háttérben természetesen ugye ott a konkrétan ugye a Balaton látható. Ott a háttérben tulajdonképpen. És így néz ki a közvetlen környezet. És akkor haladunk is tovább, még hozzá, arra előrefelé. Tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen! Na, hiányok és fiúk, akkor haladunk tovább ebbe a szép októberi időjárásba, időben, itt a Tihanyi félszigeten. A Balaton hullámzik, mint barom. Ezt nézzétek, csak úgy vannak a hullámverések, hogy na még, hát fúj a szél, és azért vannak ekkora hullámok. Íme. Olyan, mint a tenger tulajdonképpen, de ez a Balaton. Itt Tihanyban vagyunk. Egy barom jól néz ki amúgy. Szerény véleményem szerint. Eléggé párás is a levegő. Hát eléggé lehet látni, hogy párás. Hát íme így néz ki. És akkor haladunk tovább. Nos, lányok és fiúk, én folytatom is tovább a én kis sétámat itt a Tihanyi félszigeten. Most konkrétan a Tihanyi félsziget keleti oldalán vagyok, tehát a Balatonfüred felüli oldalán vagyok most a Tihanyi félszigetnek. Amúgy ott a háttérben látszik is Balatonfüred, tehát az a város, ami ott a háttérben látszik, az ott Balatonfüred tulajdonképpen. Tehát ott a háttérben az teljesen egyértelműen Balatonfüred. És ugye így néz ki a közvetlen környezet. Íme. Hát csodálatosan szép a Balaton még ilyenkor ősszel is. Ahogy láthassátok ezen a felvételen. Mert még ilyenkor ősszel is csodálatosan szép a Balaton. És akkor haladunk is tovább. Ezzel a sétával. Itt a Tihanyi félszigeten. Na, jányok és fiúk, én már folytatom is tovább az én kis sétámat. Tartsatok velem a továbbiakban is, hogyha úgy gondoljátok. Ha meg nem, hát akkor ne tartsatok velem. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább. Folytatom tovább az én kis sétámat. Itt a Tihanyi félszigeten. Hát itt vannak ilyen ülőalkalmatosságok, asztalpad, Balaton, természetesen Balaton minden mennyiségben. Íme. Balaton minden mennyiségben, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hullámzik, mint állat. Van jókora hullámverések vannak. Fantasztikus.
Na, jányok és fiúk, most már jó alaposan megmutattam, hogy hogy háborog a Balaton. Tehát folytatom is tovább a sétámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Na, jányok és fiúk, és én már haladok is tovább. Tulajdonképpen. Ebben a kényelmes kis sétával. Itt a Tihanyi félszigeten. És ahogy mondottam az előzőjekben, a Tihanyi félszigetnek a keleti oldalába vagyok, tehát a Balatonfüred felüli oldalában. És itt is van a tábla, hogy Tihany. Íme, ott látható, hogy Tihany. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk tovább. És én mindig a zöldsáv túra útvonalon vagyok, illetve a tanösvényen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor folytatom is tovább a én kis sétámat. Itt a balatoni, a Tihanyi félszigeten, itt a Balaton parton. Hát gyerekek, ez valami fantasztikus. Nem győzöm mutatni. Ezt nézzétek. Háborogám rendesen a Balaton. Így néz ki a közvetlen környezet. Ez is fantasztikus. Íme. Tehát tényleg fantasztikus látvány. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább. Ebből a sétával, itt a Tihanyi félszigeten. Nos, lányok és fiúk, akkor haladunk tovább. Közben elmegy a hangom. Amúgy egy héttel ezelőtt készítettem utoljára videókat, tehát pont ma van egy hete, amikor videókat rögzítettem, ilyen sétálós videókat, mint például ez is. Ez pontosan ma van egy hete annak. Akkor ugye Balatonfüred környékén bókláztam, teljesen random. Hát most is teljesen random bóklászok, csak éppen most itt vagyok ugye a Tihanyi félszigeten, a változatosság kedvéért. Csak most itt a Tihanyi félszigeten bóklászok. Na, jányok és fiúk, és akkor bóklászunk tovább itt a, bóklászok tovább itt a Tihanyi félszigeten. Hát a Balatonnal, gyerekek, én nem tudok betelni, az az igazság. Ezt nézzétek, ez fantasztikus. Ugye a Balaton az csak Balaton, ugye csak magyar. Fantasztikus látvány, még így októberben is a Balaton. Na, jányok és fiúk, ezzel nem tudok betelni, az az igazság. Hát a Balatonnal abban nem tudok betelni. És akkor haladunk is tovább ebben a sétával. Itt a Tihanyi félszigeten, tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen!
És akkor itt lassacskán el is kanyarodunk a Balaton partjától. Tehát konkrétan most el fogunk kanyarodni innen a Balaton partjáról, pillanatokon belül. De még mielőtt elkanyarodnánk innen a Balaton partjáról, természetesen még megmutatom néktek a Balatont, mert itt el fogunk kanyarodni a Balatontól, ahogy láthassátok ezeken a jelzéseken, mert a továbbiakban is ezen a zöld sávon fogok haladni, illetve a tanösvényen, és ahogy láthassátok ezen a felvételen, itt el fogunk kanyarodni a Balaton partjától, el fogunk távolodni. Na, jányok és fiúk, akkor mi a továbbiakban nem arra felé megyünk, de még így utoljára megmutatom néktek a Balatont, mielőtt elkanyarodunk innen. Íme. Mert pillanatokon belül el fogok innen kanyarodni. Na, jányok és fiúk, így utoljára még a Balatont jól alaposan körbe mutatom nektek. És lassacskán el is kanyarodunk innen a Balaton partjától. Tartsatok velem a továbbiakban is, hogyha úgy gondoljátok. Ott a háttérben pedig Balatonfüred látható. Tehát az ott a háttérben, ami látszik, az ott konkrétan Balatonfüred, ami ott látható a háttérben. Na, jányok és fiúk, így jó alaposan még körben megmutatom nektek a Balatont. Így október 9-én szombaton 2021-ben. Íme, így néz ki. Na, jányok és fiúk, akkor haladunk tovább a zöld sávtúra útvonalon, illetve a tanösvényen, és itt el is kanyarodunk a Balatontól, ahogy mondottam a előzőjekben. Tehát a továbbiakban mi arra felé fogunk haladni, arra felé fogom folytatni a sétámat, tartsatok velem, csak megvárjunk, hogy elhaladjanak az autók természetesen, utána átmegyünk az úton. Jó, az autók elhaladtak, és itt végleg elkanyarodok a Balatontól, egyelőre. Na, jányok és fiúk, itt is van egy ilyen pihenőhely, ahogy láthassátok, itt is van egy pihenőhely kialakítva, ott a háttérben pedig még mindig a Balaton látható, konkrétan, íme. Így néz ki a közvetlen környezet. Íme. Na, jányok és fiúk, akkor bemegyünk ide a erdőbe, és a továbbiakban arra felé fogok haladni. Tartsatok velem! De azért még így megmutatom nektek ezt a környezetet, hogy hogy is néz ki. Itt végig kerékpártárolók vannak. És így arra felé van a tihanyi hajóállomás, az abba az irányba van. Ott a háttérben pedig természetesen a Balaton látható. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk tovább. Méghozzá tovább haladunk arra befelé az erdőbe. Tartsatok velem! Na, jányok és fiúk, akkor itt bevessünk magunkat az erdőbe. Tulajdonképpen.
Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, bejöttünk ide az erdőbe, és itt fogom folytatni az én kis sétámat, itt a Tihanyi félszigeten. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem egy következő videóban is, hiszen ezt a videót most én itt pillanatokon belül le fogom zárni, természetesen a séta majd még folytatódni fog egy következő videóban. Tartsatok velem majd a következő videóban is, köszönöm szépen. Egyelőre itt és most lezárom a videót, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, tartsatok velem egy következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Tihanyból, sziasztok! És mi majd a továbbiakban arra felé fogunk haladni egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!